A szeptember 17-én tartandó Kistelek Openről, a nyári táborokról és a versenyekről kérdeztük Skúce Török György Melindát. Az elmúlt időszakban több tábort is rendezett, versenyeken is járt, és a Kistelek Openre is készül a Pro Arteli Tánc Akadémia. Skúce Török György Melindát, az egyesület elnökét kérdezzük erről. Köszöntelek, mesélsz egy kicsit a táborokról, milyeneket is rendeztetek itt a nyár folyamán. Igen, nagyon gyorsan eltelt a nyár, elég mozgalmas volt. Kezdtük a nemzetközi táborral, ami ugye július elején volt még. Ugyanúgy ugye külföldi tanárok jöttek Kistelekre, nagyon sok külföldi páros is, úgyhogy nagyon sikeres volt a tábor. Sokat tanultunk, volt most egy swing tánctanár is, egy kicsit másik oldalról közelítette meg, ugye segített a versenyzőknek. Aztán augusztus elején volt a gyermektábor, az is nagyon sikeres volt, nagyon sok gyerek volt itt, utána egy intenzív napok, úgyhogy tényleg mozgalmas volt a nyár. Verseny szempontjából volt egy külföldi verseny Ausztriában, meg Olaszországban is, ahol nagyon sikeresen szerepeltek a proártosok. A profi párosunk, ugye Balázs Ági, ők Ausztriában benn voltak a döntőben, ami egy nagyon, nagyon neves verseny, úgyhogy tényleg csak jókat tudok mondani. Pozitív élmény volt a nyár és a versenyek. Ezután pedig most ugye nagy készülődésben vagyunk a Kistelek Openre, ami holnaphoz lesz két hétre. World Open Standard, World Open Latin, ez egy nagyobb, magasabb kategóriájú verseny. Nem olyan, mint egy világbajnokság, de az alatt, tehát hogy számítunk, hogy több nemzetközi páros is jön a versenyre, úgyhogy nagy készülődésben vagyunk. Akkor vannak már elő információk, hogy az ország több pontjáról is innen is érkeznek. Igen, igen, tehát 17 pontozó, tehát ez mind külföldi, úgyhogy a párosok is, igen, nem tudom, Észtország, Olaszország, tehát nagyon sok helyről érkeznek. Ugye a versenyt már reggel kezdjük, ugye klubközi versenyekkel már az is lesz, többféle kategóriában, és délután ugye a nemzetközi versenyeket. Hát nem tudom, meddig leszünk itt estig, valószínűleg késő estig, de ugye reggel kezdjük 9-kor, és 11 körül szeretnénk végezni, meglátjuk. El lehet ide látogatni nézőként is, megtekinteni magát a versenyeket, hogyan is van erre lehetőség? Igen, várjuk szeretettel a közönséget is, vagy akit érdekel a tánc, meg szeretné nézni. Persze a belépőt ezt lehet itt a helyszínen megvásárolni, hogyha valaki asztal jegyet szeretne venni, azt a proart.gmail.com-on lehet megrendelni. Az árak is ott vannak, tehát minden információ a weboldalunkon van, www.kistelekopen.com. De a helyszínen is lehet belépőt. Van nyugdíjas, gyerekjegy és ugye felnőtt jegy. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat összefoglalóját tekinthetik meg a következőkben. Ünnepi zászlófelvonással kezdődött az augusztus 20-ai rendezvény sorozat Kisteleken. Ezután következett az ünnepi futás, kerékpározás és a hétkerék street görkorcsolya kupa, melyen a rossz idő ellenére is sokan részt vettek. 2022. augusztus 20. Elkészülni! Vigyázz! Rajt! Hajrá! Hajrá, Kistelek! A verseny eredmény hirdetése után következett az ünnepi szentmise, melyet az ünnepi felvonulás követett. A vásártéren folytatódtak a programok, sor került az évrendőre, az év tűzoltója és az évmentőse díjak átadására is. Elismerő díszaklevélben részesült Kerepecki Magdolna, a Csongrád-Csinend megyei Napsugár Otthon intézményvezetője. Az előretekintés mellett szeretnék most olyan embernek köszönetet mondani, aki tulajdonképpen egy személyben is nagyon sok emberen segít. Tulajdonképpen egy személyben olyan intézményért felelős, ami nagyon sok embernek kíván segíteni. Kerepecki Magdika, aki a megyei szociális otthonok együttes vezetője, megvallom őszintén, kerestem a lehetőséget, hogy a szemébe nézzek, és köszönetet mondjak. Azért mondok neked köszönetet, Magdika, mert nem volt az életem során soha, amikor hozzád fordultam,
a város embereiért, vagy a környezetünkben élő elesettekért, amikor te valamiféleképpen ne tudtál volna, de legfőképpen mindig akartál nekünk segíteni. Jó társ vagy a bajban is, és adja a Jóisten, hogy sokáig kap meg ezt a megbízást még a Jóistentől, hogy az elesett emberek, a bajba jutottak, azok tudják, hogy van egy kapaszkodó, aki leginkább te vagy, és veled együtt a sok kollégád, akinek ezúton is tisztelettel köszönetet mondok. Ezért, ha megengeded, egy csokor virág kíséretében mégis egy elismerő díszoklevelet szeretnék átadni, amelyre az van írva, elismerő díszoklevelet adományoz Kerepecki Magdolna intézményvezető részére, megköszönve az idősekért, bajba jutottakért végzett áldozatos munkáját, és városunk polgárait mindenben támogató szakmai együttműködését. Kelt Kisteleken 2022. augusztus 20-án. Magdika, kérlek, fáradj ide, és mindannyian köszöntsük őt egy tapssal. Az év rendőredíjban részesült Horog Szilvia, rendőrtörzsászlós. Nem először tesszük, hogy augusztus 20-án a megyei vezetéssel, a helyi vezetéssel egyeztetve a város képviselőtestülete év rendőrre díjra tesz voksot. Ebben az évben is így tettük, és köszönöm szépen főkapitány úrnak, főkapitányságnak, kapitány úrnak és a helyieknek ebben való együttműködését. Mit jelent év rendőre díj? Miért akarunk ilyet tenni? Hiszen mondhatnánk itt most az ünnepség alatt, hogy kedves kapitány úr, köszönjük szépen valamennyi kollégádnak a munkáját. Mégis azt gondolom, talán büszkeség tölti el azt, aki ezt a díjat átverti. Mi is büszkék vagyunk rá, és valószínűleg a kollégái is büszkék rá. Úgyhogy ebben az évben is együttműködve Kistelekváros önkormányzata és annak képviselőtestülete úgy döntött, hogy Horog Szilvia rendőrtörzsászlós részére évrendőre díszoklevelet adományoz. Gratulálunk! Az év tűzoltója díjban részesült Fodor János, címzetes tűzoltó, főtörzsőrmester. Ugyanilyen fontosnak találjuk, hogy a mindennapjainkban bajt okozó tüzek, vagy éppen belvizek, vagy éppen a katasztrófavédelemnek bármely területe, amikor ha baj van, jönnek. És valljuk be őszintén, hogy akkor nagyon nagy szükség van rájuk. Most, mikor nemrég a Tóai utca mellett égett a terület, és a lángok nagyon közel voltak a házakhoz. Tudják, mit tapasztaltunk? Az emberek úgy köszönték meg az ott dolgozó tűzoltónak, önkéntesnek vagy hivatásosnak, hogy előtte, amit a tárcsán sütött tarját, abból raktak a tányérra, és vittek ki. Vagy bementek a hűtőbe, és kivettek egy üveg vizet, vagy éppen ami a kezük kezébe, körébe jött. Ez is egy köszönet. Ez a legnagyobb köszönet. És annak elismerése, hogy a bajban, aki segít rajtunk, akár még néha saját egészségét, életét is veszélyeztetve, mert azt mondják, az az ő hivatása, annak is jár mindig a köszönet. Ezért azt gondolom, hogy szép szokásunkhoz híven most is év tűzoltója, azaz Kistelek közbiztonságáért díjat adunk, és ebben az évben a tűzoltók parancsnoksága
a helyi vezetés erre leginkább Fodor János címzetes tűzoltó főtörzs őrmestert ajánlotta. Gratulálunk! Az év mentőse díjban részesült Kormány Balázs mentőtechnikus. Hasonló fontosnak tartjuk azt, hogy az egészségügynek, azon belül a mentősöknek is tudjunk mondani köszönetet. Megtettük ezt egy évvel ezelőtt is, és semmivel sem jobb most sem a helyzet az ő életükben. Halljuk azt is, hogy ismét újabb Covid hullám fenyeget. Tudjuk azt, hogy elidősödött társadalmunkban nagyon sok embernek szüksége van a 24 órás készenlétre, és láttam már saját példámon is, hogy mennyit számít olyankor a segítő kéz. Mennyit számít a tudás, az akarat, és az a fajta kapaszkodási lehetőség, amit nagyon sokszor esetleg egy mentőautó, egy orvosi tanács ad nekünk segítségül. Kedves kincses doktor, nem csak neked, hanem valamennyi őtöknek szeretnék egyben köszönetet mondani, de mégis, talán most a figyelem arra az emberre összpontosuljon, akire méltóképpen még büszkébbek lehetünk, és kiérdemelte Kistelek városának elismerő díszoklevelét, amelyet ebben az évben Kormány Balázs kap. Gratulálok! A díjak átadását követően az új kenyér szentelésére a színpad mellett felállított nyári oltárnál került sor. Ezután a Kistelki Citera zenekar műsorát hallhatták és tekinthették meg az érdeklődők. Az időjárás miatt végül a művelődési központban folytatódott a délután a Szilveszter Táncstúdió műsorával. A zenés táncos bemutató után az Oroszlán Szív Lovagrend Egyesület és az Entai Szent Longinus Lovagrend Hagyományőrző Egyesület tartott bemutatót. A történelmi bemutatót követően a Kisteleki Bába Bokra Néptánc Együttes műsora szórakoztatta a közönséget, majd a Proárteli Tánc Akadémia bemutatója következett a programok sorában. A fúvó zenekari találkozó első fellépője a Hódmezővásárhely helyőrség zenekara volt. Majd az előadásukat követően a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola fúvó zenekara lépett a színpadra, majd pedig az idősebb Vándor Rudolf fúvó zenekar. Majd a GC Reload együttes koncertjére került sor, ezután egy történelmi tűzsonglor bemutatóval és Janicsák Vesze koncertjével zárult az este. Euromobilitás éjszakai gyalogtúrát szerveznek Kistelken. Vas Rozália szervezőt kérdeztük a gyalogtúráról és a délelőtti programokról. Euromobilitás éjszakai gyalogtúrát rendeznek itt Kisteleken. Vas Rózsa szervezőt kérdezzük erről. Köszöntelek, mit is tudhatunk erről az euromobilitás gyalogtúráról, minek a keretén belül lesz ez itt Kisteleken? Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és ez a gyalogtúra, ugye Kisteleken az éjszakai gyalogtúrának van egy hagyománya, ugye annak idején Sipos Ádám és Csúri Mihály kezdték ezeket szervezni, ami szerintem egy nagyon jó hangulata és nagy sikerű rendezvény volt, és sajnos ők már nincsenek közöttünk. Magát a gyalogtúrát szerettük volna nem elveszíteni, de nem teljesen azt a formába folytatjuk, ahogy ők, hanem hozzácsatoltuk az Euromobilitás programhoz. Az Euromobilitás programnak a lényege az, hogy egy autómentes közlekedésre hívja fel a figyelmet, arra próbál rávilágítani, hogy kevesebbet járunk járművel, és egy kicsit próbáljunk az egészségünkre figyelni, illetve a környezetre. És ehhez a programhoz illeszkedik ez a gyalogtúra is, hiszen ugye ez egy gyalogos mozgásra hívja fel a figyelmet. Szeptember 17-én lesz az éjszakai gyalogtúra, azon a napon az Euromobilitás keretében családi napot is tartunk a Vásártéren, tehát már reggel vagy délelőtt 10-től elkezdődnek a programok. Tavalyi évhez hasonlóan lesznek gyerekeknek játék lehetőség, kézműves foglalkozások, lesz lufi bohóc, lesznek ügyességi kerékpáros pályák, ezek tehát a 2 éves kortól egészen a 18 éves korig, ugye a kicsiknek futóbiciklis verzióval, aztán kisbiciklis pálya, illetve ugye
nagyobbaknak pedig ügyességi pálya. Ki lehet próbálni az elektromos rollert, tehát hogy igazából aki még nem ismeri, de gondolkozik ezen a közlekedési módszeren, akkor ezt is meg tudja ismerni. Az idén is készülünk egy ilyen kincskereső vetékedővel, aminek az lesz a lényege, hogy lesz egy feladat, ami alapján meg kell keresni a településen bizonyos helyeket, és ennek a túrának a végeredményeként, aki minden helyet megtalált, egy ajándékot választhat majd, ha sikeresen teljesítette a túrát. Lesz flugos futás, ami ugye az a lényege, hogy nem a sport, hanem inkább a szórakozást. Zsákban futunk, vagy talicskával toljuk egymást, tehát egy kicsit ennek a humorosabb oldalát megközelítve. Ezek lesznek nagyjából a napközbeni programok, és még tervezünk egy helyi fiatalok segítségével egy BMX triál kerékpáros bemutatót. Ez még szervezés alatt van, de én úgy gondolom, hogy ez is meg tud valósulni. Este pedig ugye az éjszakai gyalogtúra. Az éjszakai gyalogtúra 6-tól 8-ig tart az indulás, tehát az a lényeg, hogy a Vásártérről indulunk, és 6 és 8 óra között kell elindulni, és ugye hát maga a túra az egy átlagban 3 óra hossza, körülbelül 3 és fél, de van, akinek sokkal rövidebb idő alatt sikerül. De a lényeg az, hogy ez nem egy verseny, hanem mindenki jól érezze magát és mozogjon. A rendezvény alatt természetesen járművekkel rendelkezésre állunk, tehát mindenki, aki úgy érzi, hogy valamiért nem tudja befejezni a túrát, azt autóval vissza tudjuk hozni. Polgárőrséggel, rendőrséggel együttműködünk, tehát ugye az emberek biztonságára odafigyelünk. Az állomásokon minden ponton lesz valamilyen ajándék, vagy valami, ami segíti a továbbhaladást, víz, műzli, stb. Indulás előtt zsíros kenyérre várjuk a résztvevőket, hogy legyen elég energiájuk, és el tudjanak indulni. Majd aki teljesítette a túrát, természetesen kap egy emléklapot, egy Falaman Ildikó fazekas által készített egyedi emlékérmet, és egy finom babujást, vagy akár két tányérra is, tehát amennyit úgy érzi, hogy az elveszett energiáját tudja vele pótolni. Az állomásokhoz az idén becsatlakozott az Unikem Kft., aki profiához illeszkedően vizet fog biztosítani a résztvevők számára, illetve a Trivega, ugye ez egy kis teleken üzemelő mezőgazdasági vállalkozás, aki zöldségekkel fog hozzájárulni a rendezvényhez. Az idén a fordulópont az erdei vendégháznál lesz, tehát nem a Nyilakig megyünk el, egy picivel tovább, és az erdei vendégházban várnak mindenkit, ugye, ha már éppen szüksége van mosdóval, üdítővel, vízzel, esetleg egy 5 perces pihenővel, és akkor úgy tudja a visszafele utat folytatni. Jelenleg 150 körüli nevezőnk van, és még jelzések vannak, tehát nagyjából szerintem 200 résztvevőre kell számítani az idei évben is. A jelentkezés a gyalogtúra 2022@gmail.com e-mail címen lehetséges. Erre kell megírni a nevet, a települést és a születési évet, és innen majd visszaírjuk a regisztrációs számot. A regisztráció díja 1500 forint, ez évek óta ez az összeg, és hát nagyjából tehát ezen a héten szombat délig szeretnénk, ha aki szeretne jönni, regisztrálna. Regisztrálni persze volt már, aki az utolsó napon állított be, hogy ő itt van Kistereken, és szívesen eljönne, csak azon a ponton túl, tehát már nem biztos, hogy tudjuk garantálni ugye az emlékérmet, az emléklapot, ugye ezeket a résztvevőknek, hiszen ugye azokat már le kell gyártatnunk, tehát azt nem húzhatjuk tovább. De részt venni egyébként, ha valaki aznap beesik, akkor is részt tud, csak nem biztos, hogy tudunk számára biztosítani ilyen emlékérmet.